Sok szeretettel köszöntöm Geri Gyurát, a Sportváros Nonprofit Kft. Igazgatóját. Igazgató úr, a hétvégén nem csak a Vasast fogadjuk, hanem egész napos programmal várják az embereket a 100 éves sportklub tiszteletére. Mondaná pár szót erről, hogy mi lesz a hétvégén? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, igen. Nem, ha nem is egész napos programmal, de a hétvége kettő napján tele leszünk programmal. Egyrészt szombaton utánpótlás labdarúgó mérkőzéseket rendezünk, és ez a programsorozat nem is ezen a héten indult, hanem múlt héten volt már egy 16 csapatos utánpótlás tornánk, ami nagyon jól sikerült ennek a 100 éves születésnapnak a szellemében. Szombaton utánpótlás labdarúgó mérkőzésekre kerül sor itt a sportcentrumban, és vasárnap délután kezdődik egy nagyobb lélegzetvételű program, ami kezdődik egy könyvbemutatóval 14 órakor. 100 éves az Ajkai labdarúgás címmel kiadtunk egy könyvet, amiről majd remélem, hogy sok embert érdekelni fog, bár jó részt azt kell, hogy mondjam, hogy ez a könyv inkább az 1999 és 2023 közötti időszakot öleli fel, de ezt majd fogják látni a kedves olvasók. 14 óra 50 perckor pedig egy olyan mérkőzés következik itt a stadionban, ami nagyon régen volt utoljára. Magam nem is tudom, hogy pontosan mikor volt bajnoki mérkőzése a két csapatnak azonos osztályban, de valamikor a 80-as évek végén egy igazi ajkai alumínium, ajkai bányász rangadóra kerül sor, mégpedig a régi nagy játékosok és a 90-es és 2000-es években szereplő játékosok fognak pályára lépni egy 2x30 perces mérkőzés keretében. Majd 17 órakor kezdődik a FC Ajka Vasas MB2-es bajnoki labdarúgó mérkőzés. Mi ezzel a vasárnap délutáni programmal tisztelgünk a 100 éves klub előtt, az elődeink előtt, és hát reméljük, hogy nagyon sokan kilátogatnak majd erre a rendezvényre. Azért is, mert várjuk majd a családokat is. Tulajdonképpen 14 órától, bocsánat, azt hiszem ez 15 órától, a gyerekeket továbbra is várjuk a arcfestéssel, légvárakkal, tehát egy igazi családi programot kívánunk adni az embereknek, jöjjenek bátran, és szurkoljunk. Azt gondolom a legnagyobb élmény az akkor lesz, amikor majd erről a lelátóról újra felhangzik a hajrá alu, hajrá bányász szurkolói ritmus. Nagyon jó, hogy úgy fogalmazott, hogy 100 éves az ajkai labdarúgás, hiszen nekem mindig kicsit fura, amikor azt említjük, hogy 100 éves az FC Ajka vagy az ajkai klub, hiszen valahol ez az utódja egybe a kettőnek, a bányásznak és az alunak. És sokkal több klubnak is, amit majd a könyv részletesebben fog taglalni. Természetesen jogutódnak tekintjük magunkat, és egy kicsit úgy is vagyunk ezzel, hogy a bányász, mint Ajkai bányász nem is szűnt meg, hiszen az egyesület létezik. A öregfiúk csapata játszik még az öregfiúk bajnokságba, egy teljesen prosperáló asztali tenisz szakosztálya és sakszakosztálya van a bányász sportkörnek. A nagypás labdarúgása az megszűnt 1993-ban. De inkább azt mondanám, hogy volt itt Ajkai Üveggyár, Ajkai Vasas, Videóton, nagyon sok klub, még egy Ajkai Levente sportegyesület is volt 40-es években. Itt nem is beszélve a Padragi bányász labdarúgóiról. Szóval nagyon sok, és most elnézést is kérek, ha valakit kihagytam, de vagy valamely csapatot kihagytam, a 100 év az nagy idő egy klub életében, akár jogutódként is. Az ajkai labdarúgás az azért erős, és azért nagyon fontos, hogy ezt megünnepeljük, hogy a történelem viharain átívelve mindig voltak olyan emberek, mindig voltak olyan személyek, akik fontosnak gondolták azt, hogy a labdarúgás életben maradjon ezen a településen, életben maradjon Ajka városában, és ezért tudunk mi most egy ilyen stabil lábakon álló klubként 100 éves jubileumot ünnepelni. Gondolhatunk nagyon sok olyan klubra egyébként,
akikkel együtt küzdöttünk a 70-es, 80-as, 90-es években, vagy a 60-as években a bajnokságokban, akik már most vagy megszűntek, vagy éppen a megyei osztályban, vagy NB3-ban szerepelnek. Ez azért nagy dolog, hogy 100 éves klubként a magyar profi labdarúgóliga, NB2-es labdarúgóligába tudunk szerepelni, mert 100 éves klubként ezt nagyon kevés klub mondhatja el magáról. És mi ajkaiként ezt elmondhatjuk. És hát ugye az előző szezonban értük el a 100 év legjobb eredményét. Igen, és arra nagyon, nagyon büszkék vagyunk, nagyon büszkék voltunk, hogy harmadik helyet tudtunk elérni ebbe a bajnokságba, de az a bajnokság véget ért, a csapat kellőképpen megünnepelte a 100 éves évfordulót, ennél szebb felütés talán csak egyel lehetett volna jobb vagy izgalmasabb. Mi ennek is nagyon örültünk, és erre is nagyon, nagyon büszkék vagyunk. Már említette, hogy mindig van valaki, aki odaáll a sport mögé. Ugye én, ha elmegyek a csapattal vidékre, ennél sokkal, de sokkal rosszabb körülményekkel szoktunk találkozni, és mindig azt mondom, hogy Ajkának nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy volt egy alumíniumkohónk, volt egy bányánk, tehát olyan vállalatok, akik gazdagok voltak, és megtehették ezt. Most viszont a városvezetés az, aki mögötte van, és igen, csináljuk, hiszen ez hírnév a városnak. Így van, nagyon, és köszönjük is Ajka város önkormányzatának a támogatását, minden támogatását, mert látjuk, hogy azok a klubok, ahol ez hiányzik, milyen körülmények között dolgoznak, és milyen nehéz körülmények között vannak, vagy lehetnek. Nyilván vannak olyan klubok, akik nálunk sokkal tehetősebbek, és sokkal jobb körülmények között dolgoznak, de azt gondolom, hogyha valaki kijön a sportcentrumba, és körülnéz, akkor nagyon büszke lehet arra, amit itt Ajkán az elmúlt 100 évben, mondjuk úgy, hogy az elmúlt 100 évben felépítettünk, létrehoztunk, mert ez az infrastruktúra, ez már itt van, ezt csak fenn kell tartanunk, és ezen az oktatást és a képzést kell folytatnunk és végeznünk. Ami most éppen fejlesztés alatt áll, hiszen nem sokára lesz távhő. Hát nem? Most távhő az már van egyébként, elég régóta van a városban is, mert itt is természetesen, igen, a energiaárak elszabadulásával fontossá vált az, hogy ne legyen túl nagy kitettségünk a gázáraknak a elszabadulására, vagy az elektromos áram elszabadulására, így további fejlesztéseket terveztünk be a tavalyi évben, így például a távhő bevezetését is ebbe a központi épületbe, és így ez az épület is már a gázfűtés kiváltva majd távhővel lesz fűthető, illetve nyilván megmaradva megtartva a gázkazánokat is, éppen azzal, ami aktuálisan a legoptimálisabb, meg a leggazdaságosabb lesz működését tekintve. Említette itt az előbb, hogy a vasas meccs előtt a alu bányász öregfiúk rangadó lesz látható. Nem féltjük a pályát? Nem fogják szétrugni a fiúk? A pályát ezt mindig féltjük, de hát azért van, hogy labdarúgó mérkőzések legyenek rajta. Talán ezt az egy mérkőzést kibírja ez a pálya. Én magam személy szerint is nagyon kíváncsi vagyok ezekre a régi játékosokra. Nyilván talán túl vannak azon a csúcsformájukon, amit annak idején láthattunk, de talán még a Polonkai Csabára emlékeznek sokan, vagy Bújtor Tamásra, vagy Szepire, vagy Dávid Sanyira. Nem is tudom felsorolni, hogy kik fognak itt fellépni, legyen az részben meglepetés, és nem is akarok senkit sem kihagyni, de hogy itt olyan nevek fognak pályára lépni, olyan nevek fognak megjelenni, akik annak idején nagyon sok örömet okoztak a nézőknek, és éppen ezért hát semmiképpen nem féltjük tőlük ezt a pályát, hisz általuk is lehet ez most ilyen, amilyen. De Jenei Mester gondolom úgy fogja nézni a meccset, hogy hát, hogyha valakit lehet igazolni közülük. Gondolom, igen. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, további sok sikert kívánunk, és jó egészséget, jó erőt ahhoz, hogy ezt a sok mindent tudja csinálni. Köszönöm szépen.